Kösz. Tudtam, hogy itt leszel, de nem gond, mert úgyis imádok egyedül bevásárolni. Mehetünk? Lesz leckém van. Kelly, ne sürgess, 5 perc, jó? Kösz. Mit teszel azon a vackon? Hogy lehet, hogy egyforma DNS-ünk van? Hihetetlen, hogy egyszerre jöttünk a világra. Nem egyszerre. Én 20 perc, 1 másodperccel idősebb vagyok. Az űrbéli csajok és a vérengző UFO. Időpocsékolás. Egy képregényből sokat lehet tanulni az életről. Ugyan mit lehet ebből tanulni az életről? Gusztustalan hímsoviniszta marhaság. Van a démon meg a bosszú álló? Azt a D betűnél találnád meg, csak hogy pillanatnyilag nincs belőle, mert elfogyott. Sajnálom. Tessék, te hozd a nehezét. Kösz. Ne halálkodj, Lance. Mit tettél, Nemo? Mit tettél? Mi volt ez? Paula Bracanti, Bogdányi Titanilla, Alex House, Szabó Máté, Jonathan Mayelen, Jelinek Mark, Daniel Miller, Simonyi Piroska. A képregény hibája. Nem hagyhatjuk, hogy ez megtörténjen. Sötét jóslat. Lance! Mi az? Ezt te raktad a táskámba? Tessék? A hátizsákomba, hogy bajba keverj. Ne engem okolj azért, ha kleptomániás vagy. Nem loptam el. Tudod, Kelly, az ilyesmit manapság már tudják kezelni. Vissza kell vinni a boltba. Tudod, mit kísérjen? Téged is, mert te vagy a legjobb vevője. Neked hinni fog. Nem! De! Gyere! De már biztos be van zárva. Pofa be! Mondtam, zárva! Lesz, kopogj be az ajtón! Kelly, itt nincs senki! Várj! Az operában éjfélkor. Rendben. Menj oda! Nem, menj te! Köszönöm. Szia! Zárva vagyunk. Visszahoztam valamit. Nézd, nem tudom, hogy került a szatyromba, de benne volt. És esküszöm, nem loptam. Ha loptam volna, miért hoznám vissza? Nem az én boltomból való. Ezt még sosem láttam. És ha nem haragszol, szeretnék bezárni. Rendben. Köszi. Ne haragudj. Fogd be. Megvárnál? Siess már. Fázom. Kémszelt szereztem még egy akciófigurát a gyűjteményembe. Nem rajongok az Enterprise-ért, de Scott Bakula figurája azért megérik az árukat. Téged ez nem izgat? Mi az, Kelly? Régen szeretted az akciófigurákat, nem értelek komolyan. Tudod, mikor játszottam velük? 4 évesen. Nem lenne ideje tovább lépni?
Ezt nem hiszem el. Kapura lő. És gól. Hihetetlen. Szia. Szia. Lance, jobb, ha szembenézek a tényekkel. Úgy viselkedik, mint egy lúzer. És az elméletem szerint, ha lúzernek adod ki magad, mindenki annak is tart, és akkor az iskolás éveidben végig mindenki lúzernek tekint. Oh. Bocs, érinteni tilos? Rendben, tudomásul vettem. És ezt akarom mondani, pont erről beszélek. Jó, például miért eszünk a folyosón? Egy elbetűt is kiírhatnánk a homlokunkra. Halló! Miért félünk az ebédlőtől? Lesz, ugyan már, figyelj rám! Mert amikor a legutóbb az ebédlőben ettünk, egy végzős belenyomta a képedet a sült krumpliba. Emlékszel? Igen, ez igaz. Jó, de az a régi dísz volt. Az új dísz az ilyet nem tűri. Bocs, később koccanunk? Jó, nyugi van. Látod, erről beszélek. Bocs, mennem kell. Várj, egy pillanat! Hülye! Szerelmes levél, klassz! Mit mondtál? Mi a baj? Semmi, csak olyan furcsa déjà vu érzésem van. Drága Kelly, egyfolytában rád gondolok. Ez állati izgi. Szerinted ki küldte? Nem tudom. A név leszakadt, már ha volt rajta. Azt tudom, hogy kinek örülnék. Pont mikor így nézek ki. Szia, Kelly, ugye? Igen. Hallom, tavaly te vezetted az összefogás kampányt. Az idén engem bíztak meg vele. Nem tudnál segíteni? Mit szólsz hozzá? Persze, hogy ne, örömmel. Jó, akkor majd beszélünk. Jó. Ő volt, biztos ő írta a levelet. Sohajts! Anya hívott, megint túlórázik. Elmosogattam, ne csesztes. Lance, meg vagyok rémülve. Ez a képregény rendkívül bizarr. Melyik? Tudod, a játék barlangból. Figyelj. Minden, amit itt látsz, megtörtént velem, ahogy a képregényben. Persze, majd biztos neked írnak szerelmes levelet, nem? Megtörtént, valaki tényleg írt. És figyelj, tegnap este volt benne egy csomó üres lap, de most kezd megtelni magától. Aha, persze. Lance, esküszöm, nézd a címét, sötét jóslat. Amit Violetnek jósol, nálam válik valóra. És nézd, van egy Blaze nevű testvére.
Szerintem ikrek. Ja, és figyelj! Ja, az tényleg én vagyok. Szembeszállok egy bandával. Kell. Figyelj! Csak nyomd a hiba, a nyomtatás közben üresen maradt néhány lap. Kösz, hogy hiszel nekem. Látod, erről beszéltem. Bejöttünk az ebédlőbe. Olyan nehéz volt, végre elkezdjük megvalósítani az új énünket. Hé! Arrébb mennél? Micsoda? Arrébb! Kell az asztal! Nem foglalhatod le csak magadnak! Mozgás, csajszikám! Ne, mit csinálsz? Ezek megölnének minket. Hey, arra gondoltam, hogy talán odaülhetnénk Kellékhez. Soha. Jó, akkor meg talán Kell ülhetne ide hozzánk. Vagy nem. A húgod bír engem, igaz? Végül is 1000 éve ismer, és régóta jól kijövök vele, úgyhogy bír vagy nem. Úgy értem, esetleg meghívhatnám randira, esetleg. Elhányhatnám magam? Figyelj, haver, beszélj Kellyvel az érdekemben, jó? Ez nekem nagyon-nagyon fontos lenne. Ragudj! A lámpatest azt hittem, hogy rád fog esni. De nem, ami persze jó dolog. Jack, ismered ezt a lányt? Igazán sajnálom. Kelly, ő itt, Mary. A barátnő. Kelly, mi történt az ebédlőben? Jól vagy? Nem vagyok jól. Segíthetek? Nem tudsz. Tudod, le kéne venned a pólót. Kimosni? Azért, anya szerint, ha rögtön kimosod, nem marad benne a folt. Az ásványvíz is jó rá, vagy a só? Van kedved holnap velem ebédelni? Dizzy, nem most, hallod? Nem most! Rendben, nem gond. Hétvégén nincs kedved moziba menni, vagy kedden. Akkor olcsóbb. Nem itt a számítana, szívesen kifizetem a teljes. Dizzy, hagyd már abba, jó? Mit csináljak, hogy megértsd? Csak barátok vagyunk, haverok, érted? Semmi több! Sztori lezárva. Hagyj engem békén! Ó, ez kínos. Nagyon komolyan játszott. De rossz neked, öreg. Gyere. Ez kemény volt. Hogy tehetted? Szörnyen érzem magam. Igen? Hát joggal. A képregény hibája. Ja, persze kell. Lance, komolyan ez? Valahogy irányítja az életemet. Sose lennék szemét Dizzyvel, soha. Szóval nem hiszel nekem. Újabb szerelmes levél. Bizottsági ülés 3:45-kor a fizika laborban. Remélem, el tudsz jönni. Mégis alakul a dolog. Talán.
Hé! Hey! Mi van? Mondani akarsz valamit? Nem. Hé! Hey! Nincs órátok? Mozgás, nyomás! Szia! Szia! Te is a bizottsági ülésre jöttél? Nincs itt semmiféle ülés. Csak veled akartam beszélni négy szem közt. Megkaptad a levelem? Te küldted a leveleket? Mindkettő? Igen, régóta figyellek. Meg akartalak ismerni. Te más vagy, mint a többi lány. Miért nem telefonáltál? Az első levélben megírtam a számom. Leszakadt. Nem volt rajta se név, se szám. Figyelj, sajnálom, nem értem miért, vagy mi ide csaltál engem, és ez nem volt szép. Nem akartalak becsapni, csak beszélni akartam veled. Hogy mersz nekem névtelen szerelmes leveleket küldeni? Miattad bolondot csináltam magamból. Tényleg? Azt hiszed, külön vagy nálam? Azt hiszed, hogy külön vagy nálam, igaz? Azt hiszed, hogy külön vagy nálam, igaz? Fütyülnek rám. Én nem fütyültem rád. Miért nem mondtál valamit azután, hogy megkaptad? Nem tudtam, hogy ki írta, mondtam. Leszakadt a név. Tudod, elég lett volna, ha odajössz hozzám és bemutatkozni. Ja, biztos meghallgattál volna, amikor csak rád köszönök, rögtön elrohansz. Figyelj, nyugodjunk meg, jó? Beszélj. Fogd be! Tudod, mi vagy egy manipulatív sznob? Azt hiszed, bármikor bárkibe belerugatsz, igaz? Belém aztán nem. Belém nem. Hagyj békén! Én nem így akarlak megismerni, érted? Nocsak, az akcióhős. Ez csak rám meg a hugodra tartozik. Nem mert bántani a hugomat. Hű, haver, kopj le. Mi folyik itt? Én elmegyek. Rendben? Rendben? Mi történt? Nem tudom, jól vagy?
Igen. Menjünk. Tehát honnan tudtad, hogy bajban vagyok? Megéreztem. Tényleg, nem tudom leírni. Tudom, én is éreztem. Minden olyan furcsa lett. Az nem kifejezés. De honnan tudtad, hogy hol találsz meg? A képregényből. Láttam a képregényben. Oh, a képregényben. Tényleg? Akkor most már hiszel nekem? Műszaki okok miatt ideiglenesen zárva. Ez annyira kísérteties. Mi? Mi? Nekem ebből elég. Szeretném helyrehozni a dolgokat. Erre mi a hála? Megint kezded a régi trükköket, nem kockáztathatok? Talán túl sok szabadságot adtam. Meg lehet oldani. Újra itthon Nemo. Szia, kicsim. Úgyhogy még fent vagy. Minden rendben? Igen, persze. Milyen napod volt? Hát... kimondottan a rosszabbik fajta. Neked is. Az enyém is iszonyú volt. Tényleg? Két nővér jelentett beteget, hogy mi volt oda bent. Megyek, bekapok valamit. Nem is tudtam, hogy érdekelnek a képregények. Ja... Édesem, hullafáradtnak látszol. Szia. Magyar szöveg Vince Miklós, hangmérnök Házi Sándor, gyártásvezető Németh Tamás, szinkronrendező Vági Tibor. A szinkront a Jetix megbízásából a Digital Media Services készítette.